Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mellettem Szilágy Imi, akit ismerhettek, mint ingatlanbefektető, mint kriptobefektető, és mint ciprusi ingatlanos, és mint az ingatlanbefektetők napjának a megállamodója, szervezője. Üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Én is üdvözlöm a nézőket! Ugye ez már nem az első beszélgetésünk, és itt az előbb, ahogy egyeztettük, hogy miről is beszélgessünk, egy elég érdekes témát hoztál fel, mert ugye Ciprus, tehát meg az összes sziget tulajdonképpen, meg bármelyik tengerparti lokációval jártam, ott azt tapasztaltuk, hogy a Covid is megtolta a piacot, meg a háború is megtolta a piacot, tehát gyakorlatilag a háború az nem visszafogja a keresletet bizonyos lokációkba, hanem meglódítja a piacot, mint az állat. Mi a helyzet Cipruson? Valóban igen, és ez szerintem valahol logikus is, hiszen a Covid is azt hozta el Magyarországon is, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit máshogy élni. Ugye be kellett zárkózni, nem lehetett kimenni az utcára, nem lehetett elmenni sehova, és emiatt a nagyobb városokban ugye ezt nehezebben lehetett elviselni, pláne, hogy minden lezáráskor ugye be voltak zárva, voltak üzletek is. Ez vidéken azért valahogy könnyebb, mert ott eleve már ez a helyzet, és ugye a nagyvárosban az jobban hatott az életvitelre, meg az életmódra. Emiatt nagyon sokan elkezdtek ugye a Covid alatt kiköltözgetni a nagyobb városokból vidékre, ahol van kert, ahol van terasz, ahol ki tudsz ülni a szabadba, mert ugye egy nagyvárosban a lakótelepen ott nem nagyon tudsz hova kimozdulni, maximum csak a parkba a ház elé. De ugye oda meg nem nagyon lehetett lemenni például a lezárásoknál, és saját kertbe meg hát ki lehetett menni, mert ugye az saját kert. Ugye ez Budapesten meg nem sok lakásnak van. Ugyanakkor a budapesti piacon például a teraszos lakásoknak a kereslete is nagyon-nagyon megugrott, és szinte ma már követelményű egy lakásnak legyen terasza is, pont emiatt. Tanúsítom, bár itt az építészet még mindig nem ért el ezt a... Hát azért ennek ugye vannak limitjei, hogy korlátja, hogy mekkora, egy nagyvárosú mekkora területe lehet valakinek, még vidéken egyébként jóval olcsóbb is ugye az ingatlan és a föld, vagy az a terület, amit mondjuk be lehet építeni, tehát ott egy telek, nem 600-700-800 négyzetméter egy építési telek, mint Budapesten, hanem minimum a duplája, vagy akár a négyszerese, és hát jóval olcsóbb áron. Aha. Tehát ez azt hozta el, hogy az emberek elkezdtek kifele mozogni ugye a városokból a agglomerációba, illetve a vidéki településekre, és ugyanúgy egyébként, amit nagyon éles volt, pont Ciprus kapcsán, amit mi láttunk, hogy németeket alig lehetett látni a szigeten például előtte, ők főleg inkább a spanyol meg az olasz részekre jártak, viszont a Covid után egyszerűen megjelentek nagy számban a németek, uh-huh. és kezdtek vásárolgatni ingatlanokat, és gondolom nem csak ott, hanem a németek úgy unblock elkezdtek kifele, szigetek fele mozogni, illetve nagyon sok más nemzet is, és a háború miatt ugye, amikor az orosz-ukrán háború elindult, akkor mindketten az oroszok is és az ukránok is megindultak Ciprus felé, és egyébként ők nagyon jól megvannak ott egymás mellett. Hát meg a magyar, meg a lengyel, meg a román, meg hát mindenki. És mindenki más, és most ugyanúgy a ciprusi háború kapcsán is lehet egy ilyet látni, hogy ott nem is ugye elindulnak, bocsánat, a izraeli konfliktus kapcsán. Izraeli háború, ugye, ami egyébként sokan kérdezik, hogy mennyire biztonságos Ciprus, hát azért az pár száz kilométerrel odébb van. Nagyjából azt szoktam mondani, nagyjából olyan távolság, mint még Budapest-Kijev, ugye ez a Ciprus-Izrael. Úgyhogy körülbelül annyira kell félni ott a háborútól, mint ahogy Budapesten, hát Budapesten se költöztek ki a magyarok nagy számban mondjuk Németország fele, vagy Angliába, vagy külföldre azért, mert itt elindult Ukrajnába egy háború, hát annak van egy határa, illetve ami még érdekes lehet, hogy a háború kapcsán egy kicsit utána néztem a számoknak, és ugye sokan attól tartanak, hogy jöhet a harmadik világháború, most már azért mindenféle hatalom bevonódik, hogyha a közel-keleten eszkalálódik, és ugye beszáll Irán, ugye az az egyik nagy, most már nem csak egyébként az izraeli-palesztin kérdés, ugye most már kiterjedt a következő északi államra, ugye Beirut fele, melyik ország van ott a... Nem vagyok képben azzal a résszel. Libanon, tehát hogy ugye libanoni területeket most már ugyanúgy a hétvégén teljesen friss hír, elkezdték bombázni az izraeliek. Tehát ez ott elkezd eszkalálni, nyilván a közel-kelet az mindig is egy ilyen forró pont volt, hát igen, nem csak most, ez régebben is. Igen, talán ezért nem érinti meg annyira a lakosságot, mert az, hogy Ukrajnában kitört háború, hát ilyen nem ott volt. Ott ez új, igen. Ilyen nem volt már a második világháború óta. Na de hát az izraeliek mindig lőtték az arabokat és fordítva, most jó volt egy kiszünet benne, de hát ugye ez egy több ezer évre visszatekintő konfliktus. Igen, csak szóval... az a probléma, hogy most eleve van egy ugye ukrán-orosz háború, amiben egyébként vastagon bemerül azért Európa is, mint támogató, hát, illetve az Egyesült Államok, és azért emögött azért az Egyesült Államok-Oroszország közötti rivalizáció egy fő mozgatórugó, és
hát nem tudom, mennyire, ki mennyire olvasgatja egyébként. A másik terület, amiben én aktívan részt veszek, az ugye a termőföldpiac, illetve a termőföldek, én is magam földműves vagyok és gazdálkodom itthon is, erdőkkel és földekkel is foglalkozom, és ugye figyelem ezt a piacot is, és ha megnézzük, akkor most cikkeztek róla, ki tudja ebből mennyi igaz, de azért nagyban, nagy részt tény, hogy ugye ezzel a háborúval együtt megnyitották az ukrán termőföldpiacot a külföldiek számára, és Amerika már nagyjából az ukrán területek, termőföldterületek a harmadát felvásárolta a háború kezdete óta. Tehát ugye az oroszok elfoglalták az ország negyedét, de az amerikaiak megvették ugyanakkor a harmadát egy jóval nagyobb részt, mint amennyit az oroszok elfoglaltak. És ez akárhogy is nézzük, ugyanúgy területfoglalás, hiszen ez nem egy nyílt fegyveres konfliktus, hanem ez egy gazdasági árból, hiszen felvásárolják az országot. Tehát Ukrajna nem csak az Oroszország irányába vesztett területeket, hanem a többi részen is. Hát ugyanúgy, ahogy Magyarország is. Amerikai kézbe, amerikai nagy cégek kezébe kerültek termőföldek, tehát ha megnézzük, azért itt ez sok szinten van, és azért jó, hogyha az ember mögé lett ezeknek a folyamatoknak is, ami zajlik, és ugyanez eszkalálhatott tovább, mert ugye sok helyről lehet hallani, hogy azért az oroszoknak is volt ráhatás ebbe a palesztin-izraeli konfliktus újra kirobbantásába. Háttérből biztos, hogy ezt nem a palesztinok önállóan csinálták ugye ezeket az akciókat, mert azért itt egy ennél jóval nagyobb volumenű dologról van szó. Úgyhogy persze nem tudjuk, mert ezeket nem tudhatjuk, de amiket lehet olvasni, és ahogy összerakja az ember a képet. És van még egy-két forró pont, ugye a Japán-tenger környékén, ott Észak-Korea, Dél-Korea, illetve a tajvani részen is. Tehát én azért azt látom, hogy a világháborúknál is utólag a történelem, ugye a győztesek írják a történelmet, mondja meg, hogy mikor kezdődött, mikor lett vége. Tehát és hogy mi történt tulajdonképpen? Második világháború hivatalosan a 39. szeptember 1, amikor Németország leront a Lengyelországot, de igazából már 37-ben indultak lokális háborúk több helyen, 37-39 között a világban, és azokból teljesedett ki aztán egy olyan globális háborúban, amiben közel 70 ország vett részt a második világháborúban. De ha megnézzük a számokat, ezt erre akartam visszamenni igazából, egy kicsit félelmetes, hogy arra beszélgetünk, hogy akár a küszöbben vagy kirobbanhat egy harmadik világháború, és azt mondom, csak utólag lehet majd azt fogjuk mondani, hogy ja, hát ez akkor kezdődött, nem akkor fogjuk tudni, tehát az is lehet, hogy már elkezdődött. Ez a gazdasági ciklusok alapján egyébként teljes mértékben időszerű. Tehát ugye én nem nézem a háborús híreket, mert nekünk mit csinál egyébként azon kívül is, hogy beszarjunk minden nap attól, hogy most hol lőnek. Így van. De ugye hogy a gazdasági ciklusok, ahogy megnézed az államadósságot, vagy egyébként az adósság mértékét a világban, és ez hogy szokott rendeződni egy adósságciklus végén, hát úgy, hogy háború, és nullára érjek az adósságokat. Tehát ha ezt nézzük, akkor itt az ideje, ne szóljon a próféta belőled, meg ne legyen ebből az egészből nem semmi. Nem mondtam. Mert nem hiányzik a harmadik világháború, félértés ne essék. De ugye van az meg közgazdasági, meg tőzsdei körökben egy ilyen mondás, hogy ha fenyeget a atomháború réme, és zuhan a tőzsde, akkor te vegyél, mert hogyha mégse lesz atomháború, akkor jó jársz, ha meg atomháború, az akkor meg úgyis mindegy. Így van. Úgyhogy, ez egy jó stratégia. Igen. Tehát az, hogy háborúk törnek ki itt-ott, az ingatlan piaccal milyen viszonyban? Tehát milyen viszonyban van az ingatlan piac? Igen, alapvetően igen, erre akartam kiukadni, hogy ez milyen hatással lehet ugye az ingatlan piacra, mert nekünk ez lényeges, illetve hogy egyáltalán kell-e félnünk, nem kell-e félnünk. És kíváncsiságból visszanéztem első-második világháborúval, hogy mennyi ember áldozat volt, tehát hányan haltak meg konkrétan a világháborúban. És hát azért borzasztó nagy szám, mert több mint 70 millió halálos áldozat volt, de ennek a nagy része egyébként katona, tehát akik közvetlenül a harcokban részt vettek. Civil lakosságban 28 millió volt, ebből a 73-ból 28 millió civil, a többi az katonai elhunyt, vagy áldozat. És hogyha ezt megnézzük, hogy akkor a világ népessége körülbelül 2,3 milliárd volt, akkor ez azt jelenti, hogy a civil áldozatok száma az alig haladja meg az 1%-ot. Tehát 100 emberből 99 túlélte igazából a civilek közül, 98,8, körülbelül így néz ki a szám. És ha a katonai halálos áldozatot nézzük, akkor is csak 100 emberből 3,4. Tehát 96, több mint 96% eséllyel túl lehet élni egy világháborút. Tehát mindenki nem hal meg. Tehát azért így van, tehát hogy azért, ha megnézzük a Covid áldozatok számát egyébként, ott is vannak, tehát a civil áldozatok meg a Covid áldozatok száma egyébként, Nem egy sokkal súlyosabb dolog, de hát ennek ellenére azt gondolom egyébként, amit tehetünk ez ügyben, hogy leginkább a béke párti dolgokat kellene támogatni. Tehát ugye akár az ukrán konfliktus nézzük, akár most a palesztin-izraeli kérdést, itt a harcoknak az azon leállítása az elsődleges. Ennek ellenére én azt látom, hogy mindenhol, média szinten, politikai szinten,
talán Magyarország az egyetlen kivétel, vagy néhány máson, de nem sok, mindenhol azt kommunikálják, hogy igen, támogatni kell az ukránokat, igen, támogatni kell az izraeléket, fegyverezzük fel őket, hadd menjenek és lőjenek, és csak tegnap néztem, 400 bombát dobtak le a gázai övezetbe az izraelek, szóval, hogy én értem, hogy két ember küzd, értem azt is, hogy meg lehet politikailag ideologizálni, hogy ki a jó és ki a rossz oldal, csak az a helyzet, hogy egy háborúban nincs jó és rossz oldal, ott két rossz oldal van, mert egymás lövik, és mindkét oldalon, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik oldal terrorista, a másik meg az angyal, hanem itt ha az egyikre azt mondjuk, hogy terrorista, a másik ugyanazt csinálja, akkor ő is terrorista. Tehát hogy ez a kettős Isten, mérce, ez engem nagyon zavar egyébként. Abszolút. Tehát ha nagy Isten a Hamasz vezetői, vagy Putyin nézik ezt a műsort, akkor a harcok azonnali beszüntetésére szavazunk mi itt ketten. Szóval ugye, legyetek szívesek. Azt ne felejtsük, hogy a háború az lehetőség is. Emberek halnak meg, stb. De ha ezt a részt kivesszük, nehéz kivenni, de egyébként, ha kivesszük, igen, akkor okay. Elsősorban is azért is vagyunk itt, mert arra szeretnénk koncentrálni, hogy gazdasági szempontból, ingatlan befektetési szempontból ilyen helyzetben mi az, amit érdemes, mi az, amit lehet. Hát én arra akartam célozni, hogy például a Hugo Boss, akit mindenki ismer, mint céget, hát ugye ők a II. Világháború idején indultak, és akkor váltak nagy cégé, de lehet még egy csomó minden más olyan vállalatról beszélni, akik ugye akkoriban jöttek fel és váltak nagyjá, és most ezt nem azt akarom mondani, hogy ez pozitív vagy negatív, csak hogy nem mindenki hal meg, nem mindenki szegényedik el. Alapvetően minden egyes ilyen háborús helyzet, ahogy mondtad, egy adósságátrendeződés is, de egy nagyon nagy piaci átrendeződés, ahol általában a háború után egy bizonyos réteg nagyon meggazdagszik, és ugye nagyon sokan elszegényednek. És ez minden háborúra igaz, és ez az, ami egy lehetőség arra, hogyha valaki nézi ezt a műsort, hogy most olyan idők jönnek, a következő években egyértelműen olyan idők jönnek, amikor nagyon sokat tehetünk azért, hogy jelentősen megváltozzanak az anyagi körülményeink, az élethelyzetünk jó vagy rossz irányba. Tehát ha jól játszunk ki a lapokat, akkor ebből még alapvetően is igen. És én azt gondolom, hogy na, és visszatérve ugye hogy miért is beszélgetünk, ugye november 28-án, november utolsó kedjén, most már 9. éve, tehát most már hagyományosan mindig november utolsó kedje tartjuk ezt az ingatlan befektetők napját, aminek most már harmadszor vagy másodszor. Tehát én másodszor leszek, te is előadója, igen, vagy meghívott előadója. És igazából ezen a rendezvényen ugye a magyarországi legnagyobb nevek, szakértők, ingatlan.com-tól elkezdve ugye a legnagyobb piaci szereplőknek a vezető elemzői, és olyan szakértők, akik tényleg nevesek, és ezután is köszönöm, hogy te is elfogadtad. Hát nagyon köszönöm, felkérést, hogy a neves kategóriában vagyok sorolva, ezt nagyon szépen ismert, köszönöm, hogy mindenképpen a YouTube-nak az egyik legismertebb arca, vagy szerintem ingatlanos témában. Úgyhogy ezek a meghatározó szereplők elmondják a véleményeket, hogy látják a piacot, merre megy, és nyilván ez egy olyan rendezvény, ahol rengeteg hasznos információt lehet összeszedni, hogyha valaki ingatlan befektetéssel foglalkozik, vagy egyáltalán ezen a területen dolgozik, akár ingatlan közvetítőként, hogy mi várható, és most egy ilyen helyzetben, amikor nagy átalakulások vannak a piacon, szerintem különösen fontos, hogy az ember egy ilyen részt vegyen, és erre fektessen be, áldozzon arra, hogy eljön egy ilyen rendezvényre, és azt gondolom, hogy Magyarországon ebben a témában hát egy néhány mérvadó rendezvény van csak, és ennek talán az egyik szereplője az ingatlan befektetők napja most már ugye 9. éve. Tehát 9. ingatlan befektetők napja, november 28-a. Így van. Szokásos helyszín? Szokásos helyszínen leszünk, igen, ez 9 éve ugyanott. Tehát a sugárüzletközpontnak a mozi nagyterme, Spielberg terem. Ugye ez egy 400 fős terem, és általában telt házzal szoktunk menni. Okay. Covid óta persze kicsit változott, mert nagyon sokan néznek online minket, és vidékről most már kevésbé utaznak fel, de azok ugyanúgy úgy veszük, mintha ott ülnének. Tehát a telt házunk azóta is megvan, csak néhányan nem a helyszínen, hanem otthon figyelik a szóval rendezvényt. Gyertek, találkozzunk élőbe november 28-án. A jelentkezés, az a linket, azt majd betesszük. A videóba, és lesz egy meglepetés is, ugye beszéltünk egy kedvezményt a nézőidnek, tehát jegyvásárlásnál. Van egy kuponkód, amit videó alatt megtaláltok, tehát a videónak a leírásában benne van, hogy mi az, amit be kell írni egy vásárláskor, és akkor azzal lesz egy 20%-os kedvezmény a részvételi díjban. De ha már itt tartunk a promónál, november 18-án, nem tudom, hogy aktuális lesz ez még, de biztos lemegy addig a videó. November 18-án ingatlan befektetés külföldön, konferencia az meg az én szervezésemben, az én előadásomban. A linket szintén megtaláljátok, hogyha érdekel ez a téma. Például Ciprus, ugye Ciprus színeiben most nem te leszel éppen, de a következő alkalommal mindenféleképpen szeretném, hogy gyere. Bulgária, Albánia, Miami, Eiffel, stb. Tehát elég hosszú a lista, nézzétek meg az oldalt, szintén ott lesz lent a leírásban. És a harmadik, ne felejtsük el, ingatlan
ingatlanos tudás, ármaximalizálás, ha ingatlant adnátok el, vagy vennétek, akkor ezt ajánlom figyelmetekbe. www.ingatlanostudás.hu promóblokk vége. Na. Szóval a háborúra visszakanyarodva a Törökországba szintén az hangzott el, hogy hát igen, az ukrán háború óta így mennek az árak. Cipruson, azt majd te mondod, Tenerifén ugyanez, tehát a Covid után a háború ugyanúgy meglökte az árakat, és emlékszem, amikor kitölt a háború, akkor beszélgettem a Jurecska Zolival Dubájba, kérdezem tőle, hogy Zoli, ez a háborús hülyeség, ez mit okoz nálatok, hogy érzitek ennek a hatását? Azt mondja, érezzük, hát. Úgy ömlik a pénz Dubájban, nem győzzük számon. Így van, én voltam kint tavaly decemberben, és beszéltem néhány ingatlanossal, mi is körbe mentünk. Nagyjából egy fél év alatt duplázottak az árak körülbelül az orosz-ukrán háború hatására Dubájban, tehát a leginkább egyébként az oroszok legnagyobb része az arra fele, akizel kellett, illetve Dubáj konkrétan fele indult el. Most egy nagy kérdés persze, hogy ezzel az izraeli konfliktussal ez mennyire fog, ha eszkalálódik, arra fele terjedni, mert hát, az egy arab ország, meg arab ország. Úgyhogy azért szerintem ez egy izgalmas kérdés, bennem ott azért vannak kérdőjelek. De én azt gondolom, hogy Ciprus ebből a szempontból, mivel Európai Unió, maga a sziget, ugye a teljes sziget, beleértve az északi részt is, aminek ugye fel van függesztve az EU-s tagsága, de egyébként az Európai Parlamentben Észak-Cipruson is ül benne egy képviselő, tehát ez ugyanúgy EU-s területnek számít, és ebből a szempontból NATO, stb. Minden ilyen szövetségben benne van, és ezek kiterjednek rá, illetve eleve az ENSZ védi ugye a szigeten a határokat, ugye ezt a zöld határt, ami a két oldal között van. Tehát én azt gondolom, hogy eleve van egy kiemeltebb katonai jelenlét, és a jelenlegi status quo per pillanat minden szereplő számára egy fontos pozíció. Itt nagy kérdés, hogy az eszkaláció milyen irányba fog menni, de sokkal valószínűbb, hogy ugye az arab térséget fogja ez érinteni, mint az, hogy az EU fele átterjed. Illetve erre mindig azt szoktam mondani, hogyha ez elindul az EU fele, tehát a mapjánban, hogy mondjuk Cipruson is konfliktus van, a mapjánban ez Magyarországon is. Ezt eredményezi, tehát hogy nem hiszem, hogy veszélyesebb, pláne így, hogy az ukrán háború itt van mellettünk. Cipruson élni, mint Magyarországon, körülbelül ugyanolyan messze van a háborús résztől. Amiről viszont még szeretnék beszélni, mert ez egy nagyon jó téma, hogy mi az a, persze a ingatlan befektetők napján fogunk részletesen belemenni mindenbe, de azért mi az a legfontosabb dolog, vagy gondolat, amit még ilyen átadnék a nézőknek a háború és az ezt követő átrendeződés kapcsán. Itt mindig a ilyen háborús helyzetek után mindig felerősödik az alapvető szükségleteknek a jelentősége. Tehát a lakhatás, élelmezés, ugye, mert enni meg aludni valahol kell. Tehát minden más luxuscikkek, autók, ezeknek a piaca általában lefele megy egy ilyen konfliktus helyzet hatására. Ételeknek az ára az, ami megnőtt. Tehát a világháborúban is a legfontosabb dolgok ezek voltak. És én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a termőföldnek az ára nemzetközi összehasonlításban és EU-s országokhoz is összesítve borzasztó alacsonyan van. Nagyon-nagyon jó áron lehet termőföldeket vásárolni, és nem vettem kezdtem el is intenzíven az elmúlt pár évben ezzel foglalkozni, és nem vettem, hogy a leggazdagabb magyarokat megnézzük, ők is azért intenzíven fektetnek be termőföldbe és területekbe. Illetve maga a háború is, hogyha végig gondoljuk, az területszerzésről szól, alapvetően meg nyersanyagok szerzéséről szól, és itt ugyanez a befektetési forma, hogy nem egy lakást veszek meg, ami egy viszonylag kis területű, hanem földeket veszek, ahol már hektárokról beszélhetünk, és a mai napig lehet még millió forint alatt hektárt találni, tehát pár százezer forintokért hektár termőföldet venni, amit ha végig gondoljuk, akkor azért az durva, hogy egy négyzetmétert nem kapsz lakásból, 10 000 négyzetméternyi termőföldért, és hogyha a háborúkat földekért folytatják, akkor ez egy kicsit mutatja, igen, hogy nincsenek helyén az értékek, és ahol nincsenek helyén az értékek, ott nagyon jól lehet keresni, hogyha később egy háború helyére teszi az értékeket. Mert tulajdonképpen a háborúnak a hatása valójában az, hogy végig gondolja ezenből, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami létszükséglet, és azok fognak felértékelődni, és élelmiszer, föld, nyersanyagok, energia, értékek, ezek és mind víz. Az értékek helyén kezelése, ugye, ahogy mondod, hogy a föld és élelmiszer. Hogy miért van az, hogy kiürülnek, hát a régiónk az gyakorlatilag ürül kifelé, ez a kelet-európai, közép-kelet-európai régió, és miért van az, hogy mindenki a tengerpart mellé költözik? Hát 100 évvel ezelőtt ugye... Ezt azért nem így látom, ez lehet, hogy a saját környezetünkben nekem hát sok ismerős van, akik költöznek, de azért, igen. Ha statisztikákat nézünk, nem gondolom azt, hogy kiürül a Magyarországon, körülbelül azt lehet látni, a nyugat-magyarországi településeknek most a legutóbbi népszámlás most volt nemrég adatai alapján, a nyugat-magyarországi települések azért növekednek, és a kelet-magyarország is csökkenek, tehát hogy a Tiszától keletre ott valóban lehet erről beszélni, amit mondasz. Igen, ezt akarom mondani, és hogy...
a Föld számított, hogy ez őt ott teremteni magának. Ez szerintem megfordíthatja egy háború egyébként, meg egy olyan helyzet, amiben a háború kapcsán, tehát ha nem közvetlenül vagyunk benne, hanem csak a hatásait szenvedjük el, élelmiszerválság szerintem a következő 10 évben nagyon-nagyon nagy eséllyel, nem 100%, de nagy eséllyel lehet olyan, egyáltalán a földi lakosság számának növekedése, ugye a migráció egy nagyon sarkatos, fontos kérdés, és ugye ebben is azért nagy viták vannak az EU-ba is, hogy ezt hát hogyan lehet jól kezelni, és hogyha megnézzük, hogy azért a nyugat-európai országok egy részében mi folyik, akkor azt gondolom, ez is elgondolkodható. Hát abszolút, értem, mire gondolsz, de menjünk vissza egy kicsit Trianon elé, mert ugye azt mondják, tehát hogy azt mondjuk, hogy a románok elvették Erdélyt, nem igaz? Tehát a románok nem maguktól, nyilván mentek mindig a regátból, mentek ugye a Kárpátok másik oldalára, mert jobb volt az élet. De a földes urak voltak magyarok, és a jobbágyság szépen lassan lecserélődött románokra, mert a román melós nem ugatott vissza, könnyebben kezelhető volt, kevesebb bekerült, stb. Stb. Ezért ugye szépen betelepítették románokkal, aztán egy kicsit később meg ott lett belőle, ami lett. Hát most ugye a 10 000 filippinó melós, bár azok ilyen kis alacsony csávók, azokat talán lezúzzuk még, ha úgy alakul. De ez, tehát egy rímel a sztori. Tehát a történet nem ismétli önmagát, de rímel. Én azt gondolom, hogy elsősorban a gazdasági része, a gazdasági betületével érdemes foglalkozni, mert kicsit elmentünk politikai irányba ezzel már, de és ezt próbálom kerülni, nem is nagyon érdekel. Tehát igazából mint gazdasági szakember engem tényleg a gazdasági folyamatok olyan része érdekel a politikának, ami hatással van nyilván a gazdaságira, és próbálom azt leszűrni, mert nagy rálátásunk erre nyilván nincsen, hogy mi az, ami várható, és milyen folyamatok mennek, és igazából tehát pont az ingatlan befektetők nap is erről szól, hogy olyan eladások, olyan előadók, akik szakemberek, és a folyamatokat, és azt, hogy a környezet ugye adott, a keretrendszer adott, látjuk, hogy mi zajlik, ebben a keretrendszerben hogyan lehet úgy érvényesülni, hogy az saját magunknak jó legyen. És hogyha ezt valaki megérti, és elkezdi alkalmazni a gyakorlatba, akkor gyakorlatilag a saját életét tudja megváltoztatni, meg az élethelyzetét azzal, hogy sokkal jobb döntéseket hoz. És mit gondolsz, Cipruson milyen hatása lesz az izraeli cirkusznak? Mert az ukránt azt már tudjuk, az fellökte az árakat. Az ukrán az fellökte az árakat, egyértelműen nagyon sok ukrán orosz indult el, és mondom, a Covid hatására a német, és egyébként közel-keleti arab is viszonylag nagyobb számban jelentek meg, befektetőként is, de ugye azt kell tudni ezekről, hogy akik egy ilyen szigetre átköltöznek, arab országból eljönnek, azok általában tehetősebb réteg, aki jómódú, és ők általában nem azzal a vallási politikai nézetrendszerrel rendelkeznek, mint akik ott maradnak helyben. A jómódúak nem. Tehát akik eljönnek, ők azért egy jóval haladóbb gondolkodású, jó anyagi körülmények között levő befektetők, és ebből a szempontból ez nem tartalmaz szerintem olyan veszélyt, hogy itt vallási fanatikusok jönnének meg. A háború viszont ezen változtathat, mert most, hogyha menekülő emberek jönnek már, nagy kérdés, hogy ezek merre jönnek és hol fognak végül letelepedni, ezt most még nem látjuk. Ezt nem látjuk. Tehát ugye az ukrán helyzetnél is azt lehetett lenni, hogy rengetegen bejönnek Magyarországra, de a nagy része az tovább megy Nyugat-Európa fele. És Ciprusnál most akik megjelentek és elkezdtek jönni, ugye hajók jönnek át egyébként Izrael felől, és izraeliek jönnek, de nem maradnak. Tehát ott ugyanaz történik, leszállnak a hajóról, átszállnak Narkában a reptéren a következő gépre, és mennek tovább. Tehát ezek a menekülő emberek egyébként nem a szomszéd országokban, ha nekik menni kell és háborúra kell menniük, akkor igazából ahol van nekik ismerősük külföldön, inkább olyan irányokba fognak elindulni, és ugye ezt nem lehet előre látni, hogy milyen számban merre fognak menni. Aha. De ez ugyanúgy lesz hatással szerintem akár Magyarországra, tehát én azt gondolom egyébként Izraelben menekülők közül valószínűleg többen fognak Magyarország felé, mint mondjuk Ciprusra. Sokaknak van kötődés. És egyrészt ugye családi kötődések, barátságok, ismerősök, hiszen Izraelből is jönnek el, ugye, mert ott is ugye megtámadták őket végül. Na, ha már itt tartunk, akkor a magyarországi, budapesti piacra szerinted mi hatása lesz ennek az egésznek? Hát ez az, amit nagyon nem akarok spoilerezni, mert ezekről a kérdésekről lesz az ingatlan befektetők napján, és azt szeretném, hogyha minél többen eljönnétek. Mondom, ezeket a pontokat, hogy ugye a mezőgazdasági területek, ezekről nyilván ott is lesz szó, de hogy pontosan milyen árváltozások voltak az elmúlt évben, milyen szabályozás. A magyarországi termőföld szabályozás kapcsán egyébként annyit így spoilerként akkor elmondok, hogy hihetetlen, hogy mennyit változik. Tehát én mióta elkezdtem ezzel intenzíven foglalkozni, havonta két, nem az, hogy évente egyszer megváltoztatják a szabályokat, havonta két, havonta egyik szabály, itt kinyitnak egy kaput, ott becsuktak egy ajtót, és nagyon-nagyon résen kellene és folyamatosan alkalmazkodni ezekhez a szabályokhoz, hogy sikeresen
tudjunk termőfölddel foglalkozni, és hát most a megművelés szabályát, most vadonatúj szabály, tehát egy hete, hogy a 10 hektárnál nagyobb területeknél például 7%-ot pihentetni kell minden évben, ez eddig nem volt. Jönnek a karbonadó kapcsán egy csomó ezzel kapcsolatos előre szabályozás, és ezekre tudatosan kell készülni, tehát hogy ezek képbe kell lenni, és hogyha valaki ezt követi ezt a piacot, akkor én azt gondolom, hogy ez egy, most, hogy elkezdtem el foglalkozni, és nekem is új terület, azt látom, hogy borzasztó nagy lehetőségek vannak benne, tehát ahogy nyílik ki, és én is egyre jobban bevonódok, azt látom, hogy ez valahol ez a jövő, tehát és hogyha egy ilyen háborús helyzet van, akkor valószínűleg ez egy jó irány lehet. Nagyon remélem, úgyhogy. Oké. Lakáspiac, erre még azért csak rá kérdezek. Lakáspiac, jó. Mert ugye, akik ezt a csatornát nézik, ahol most éppen szerepelsz, ugye főleg lakó ingatlanokkal foglalkozom én is, meg ugye emiatt nézik azért nagy részt ezt a csatornát. Ezek a háború cirkuszok, tehát az ukrán háborúnál azt láttam, vagy láttuk, hogy nem nagyon mozgatta meg, sőt, inkább negatívan befolyásolta maga a háború, a lakó ingatlan piacot. Hát ugye a legtöbb szegmens pont nem érdekelt a legtöbb szegmens. Ez nem értek egyet, mert ugye az ukrán háború kezdetekor iszonyatosan megnőtt a kereslet az albérletek iránt, és a bérleti iránt, piacot igen. Borzasztóan feltolta, tehát főleg a budapesti bérleti piacot, igen. Azt nagyon-nagyon a keresletet megtolta, és az árakat is megtolta, ezzel tehát emelkedés értek. Volt. És ugye ennek azért volt egy hatása az adásvételekre, tehát az árakra is, de abban igazad van, hogy ott nem, ilyen, nem ilyen mértékű, és nem ilyen... Igen, tehát amikor a háború kitört, akkor ugye ott nagyjából, hát szépen magyarul mondom, le se szarta a magyar ingatlanpiac, az, hogy kitört a háború, valamelyest csökkent egyébként a kereslet. Nem, a adásvételeknél szerintem következő fél évben azért még volt egy erős kereslet, és utána, amikor ez megszűnt, tehát ahogy ez lecsengett, és már kevesebben jöttek, akkor esett, kezdett el visszacsúszni egy kicsit a piac. Tehát inkább azt éreztük ott meg, ott hogy... Igen, de ott már belecsúsztunk ebbe a hitel piaci mizériába, meg az infláció, meg stb. Igazából szerintem, amikor a háború kitört, akkor már Covid-nak egy lefele menő csökkenő kereseti szakaszában voltunk, és ebbe a csökkenő szakaszba beletolt egy kis hupnit, egy kis emelkedést azért a vételi oldalról is, de elsősorban a bérleti piacot mozgatta meg. A bérleti piacot megmozgatta, így nem van. Tudták, hogy meddig maradnak, így meddig van. Fog tartani a háború. De nem nagyon vásároltak. Most viszont nagyjából kisimult már, tehát most már azt gondolom, hogy ez lezajlott. Egy nagy kérdés az, hogy ha vége a háborúnak, akkor visszarendeződés, mennyire fognak visszamenni azok az emberek, de én azért azt gondolom, hogy egy háborús ütött országban, nem tudom mekkora területe alá van aknázva, azért nem biztos, hogy mindenki vissza akar menni, de mondjuk főváros, Kijev, azt gondolom, hogy nyilván egy olyan lokáció, ahol például most lehet, hogy nagyon jól lehet befektetni, hiszen most borzasztó nyomottáról lehet ingatlanokat venni, és amikor vége van a háborúnak, akkor viszont itt a nagy kérdés az, és minden ilyen háborús konfliktusnál is, hogy most lebombázzák az adott házat, vagy sem, mert hogyha veszel egy befektetés, de közben. Tehát mindenképp a háború végét azért érdemes lehet kivárni ilyen esetben, de az biztos, hogy a háború végével egy erőteljes emelkedés ott lesz majd a piacon. Hát abszolút. Lásd, délszláv háború és Horvátország esetben. Itt a magyarországi piacra, hogy ennek milyen hatása van, meg a közlekedési konfliktus, itt szerintem a legnagyobb probléma az, hogy meg azt se látjuk, hogy ez merre felállítóan eszkalálódik, és mennyire fog kiterjedni, tehát ezt akkor lehet megmondani. Nyilván arra vonatkozóan vannak hüvelykúj szabályok, hogy milyen esetben mire lehet számítani, ugye ezekről fogunk is beszélni majd az ingatlan befektetők napján, de ez egy bonyolultabb annál, mint hogy most 20 percben összefoglaljuk. És az, hogy lesz változás, az biztos. Az, hogy a termőföldekre ez egy erősen pozitív hatással lesz, abban én nem mondom azt, hogy 100%-ig biztos vagyok, de nagy valószínűséggel úgy lesz, és már csak azért is, mert a magyar termőföld, ahogy mondtam, európai összehasonlításban is, már csak a szomszédországokat nézzük, jóval olcsóbb, tehát mondjuk Lengyelországhoz képest, vagy a csehekhez képest a magyar termőföld fele harmada, attól függ, hogy melyik művelési ágat nézzük. Tehát egy művelési ágonként is van, tehát egyébként a termőföldpiac ebből a szempontból nagyon heterogén, mert nagyon sok, tehát vannak erdők, szántók, legelők, ugye zárkert, nagyon sokféle. És ezek kiegészítik egymást. És itt nagyon-nagyon, tehát én is most így belástam az elmúlt években, magam ugye elkezdtem ezzel foglalkozni, és földművesként is most már konkrétan területeket művelek, erdővel is gazdálkodom, tehát ez azért egy nagyon-nagyon összetett
más típusú stratégiát igénylő dolog, mint a lakóingatlan. Vesz fel új telad. De azt mondom, hogy jóval több lehetőség van benne per pillanat, én azt látom. Aha. Úgyhogy ez például az egyik kiemelt ilyen témája a konferenciáknak. És ha már a konferencia, mindig erről beszélek, de még egy téma van, amit akartam mondani, és most jutott eszembe, hogy lesznek minden évben vannak új előadók is, akiket sikerül, és van egy olyan előadó, aki most lesz idén először, és már 3-4 éve fűzöm, hogy jöjjön el. És nagyon előre nálunk, hogy az ingatlan.com-nak a volt vezérigazgatója egyébként, aki most az egyik legnagyobb ilyen proptech, mint fogalom annyit jelent, hogy a property technology, ez ugye az ingatlan piacon történő mindenféle digitalizációs, meg modernizációs folyamatot akarja. Itt a digitális tulajdoni lapok, vagy az olyan befektetések, akár blockchain alapon, akár bármilyen más digitális formában, ami ingatlanban történő közvetett, vagy ugye digitális eszközökön történő befektetés, illetve beletartozik ebbe aztán minden más, tehát ugye egy okos otthon üzemeltetése, illetve például egy jó iskola példa, itt az új MOL székház, ami felépült Budapesten, hogy ott milyen technológiákat használtak már ennél, tehát hogy ez a proptech egy ilyen nagyon-nagyon trendi új ágazat, és a mesterséges intelligencia szintén bejön, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni az ingatlan piacon. És idén először lesz ilyen előadónk, ilyen témánk is, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert mondom, évek óta próbálok ilyet behozni, és ugyanúgy, ahogy a termőföldet is évekig kutattam, kerestem, hogy ki lehet az, aki ebbe otthon van jó és jó előadó, hát most már van egy ott 3-4 éve egy állandó előadó, Domovári Dénes, aki nagyon-nagyon penge, és nagyon benne van ebbe, apró csinyét, binyát tudja ennek a piacnak, és most lesz egy olyan előadónk, aki viszont az ilyen technológiai, innovációs, informatikai és mindenféle innovatív ingatlanpiaci dolgokról fog tudni beszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas témák lesznek, nagyon jó előadók lesznek, tehát ez egy kiadhatatlan esemény. És még egyszer, hogyha ugye a linken, ami a videó alatt van, beírjátok a kuponkódot, akkor meg 20% kedvezményt kaptok a Mártonnak köszönhetően. Oké. Van-e még valami? Szerintem kiveséztünk nagyjából mindent. Rendítsek. Köszönjük a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt. Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Sziasztok.